gratuláljak Nagy Imrének, aki ma a Virágos Veszprémér Egyesület nevében átvehetett egy emléklapot az antifasiszta ellenállásért. Ti szeptemberben megállítottátok a szélsőjobbosokat, hogy ne menjenek be Veszprémbe. Egyik részről hogyan sikerült ez, hogy jól tudom, akkor ott több civil szervezet fogott össze. Igen, valóban 14 civil szervezet fogott össze, közöttük politikai, demokratikus politikai pártok és polgári szerveződések, valamint egyházak is, tehát a hídgyülekezete, ugye. És, bocsánat, ha már a pártokat említed, a kormánypártok részéről csatlakoztak-e? Megkerestük őket természetesen, sőt minden parlamenti pártot, demokratikus pártot. Az LMP sem, illetve a kormánypártok sem tartották ezt fontosnak. Tehát sem a Fidesz, sem a kereszténydemokraták. De a civilek mégis fontosnak tartották, hogy megállítsák, hogy a Jobbik ne menetelhessen Veszprémbe. Hogyan sikerült ezt elérni? Nagyon jól fogalmaztál, valóban a legnagyobb problémánk azzal volt, hogy menetelni kívántak a városon keresztül. Az egész várost átszelő menetelést hajtottak végre, és mi erre először felkértük a Jobbik helyi vezetőjét, hogy álljanak el a meneteléses részétől, demonstrációtól, de ők nem kívántak ettől elállni, ezért mi úgy döntöttünk, hogy a városba bevezető utaknál félpályás útlezárással fogjuk lassítani a városba való bejutást. Mi lett a következménye? Hogyan fogadták a veszprémiek? A veszprémiek szerintem nagyon pozitívan fogadták. Nagyon sokan dudáltak, tapsoltak, integettek. Most veszprémiek vagy Veszprémbe érkezőkről van szó természetesen itt az utak mentén, de a városban is nagyon sok pozitív visszajelzés volt. Olyanok részéről is, akik esetleg valamilyen okból féltek és nem mertek személyesen részt venni a rendezvényen, de a támogató, a háttérből támogató nyilatkozataik, bátorító szavaik velünk voltak. Helyi roma szervezetek csatlakoztak-e, vagy mertek egyáltalán csatlakozni hangosan? A nevüket adták, csatlakoztak hozzá. Néhány autóval ők is részt is vettek, de nagyobb létszámot ők nem... Miért? Hoztak. Mit gondolsz? Nyilván ennek a politikai erőnek, amit Jobbiknak nevezünk, ennek van egy megfélemlítő ereje is, és ezért azt gondolom, hogy az emberekben, nem csak roma emberekben, másokban is komoly félelmek vannak, és mi pont ezért szerveztük ezt a demonstrációt. Egyik részről arra lennék kíváncsi, hogy szerinted ez a szélső jobboldali megmozdulás, amit az ország több településen tapasztalunk, ez valóban csak a romákkal szemben szóló üzenet? Csak a romák kell, hogy tartsanak ettől? Nem. Nyilván mindenhol más az üzenete. A Dunántúlon egyértelműen az volt a szándék, hogy a támogatásukat megerősítendő demonstrációkat tartanak egy ilyen formában. Veszprém volt az első ilyen állomás, ezért tartottuk fontosnak, hogy mindjárt az elején tudtuk rá adni azt, hogy az az úgynevezett csendes többség az nem ért egyet ezzel a dologgal. De itt nem csak a romákról van szó, ugye ők, ahogy az október 23-ai rendezvényükön elhangzottak, és a bekiabálásokból is hallottuk, hogy zsidóznak, vallási kisebbségekkel szemben intoleránsak, és azt gondolom, hogy az idegengyűlölet teljesen átszítja, vagy áthitatja az ő kommunikációjukat. Szerinted összefogással meg lehet-e állítani ezt? Vagy csak azzal lehet? Mi összefogtunk, de én azt gondolom, hogy a magyar emberek többsége nem ért egyet az ő gondolkodásukkal, gondolkodásmódjukkal. A veszély mégis ott van, és abban van, hogy ha passzívak maradunk, akkor ezáltal az ő hangjuk erősödik fel. Én azt gondolom, hogy meg kell mutatni az ellenállást velük szembe, és tudtukra kell adni, hogy ők vannak kisebbségben, és Magyarország, a magyar emberek nem akarják ezt a gondolkodásmódot osztani. Azért a tisztesség kedvéért említsük meg még egyszer, hogy kik voltak annak idején azok a civil szervezetek, akik csatlakoztak a Virágos Veszprém mozgalomhoz. Esetleg, hogyha felolvasod az igen. Ez egy kis segítséget. Oké, nyugodtan, bátran. Tehát a Buhin-völgyi Baráti Kör, Buhin-völgyi Szalon, Kulturális Egyesület, Demokratikus Koalíció, Hídgyülekezete,
Józanész Társaság, Kádártai Lakosok Egyesülete, Lokálpatrióták, a Városért Közhasznú Egyesület, a MEASZ Városi és Megyei Szervezete, MSZP, SZEM Városi és Megyei Szervezete, Szolidaritás Városi és Megyei Szervezete, Veszprémi Polgári Társaskör, valamint a Roma Kisebbségi Önkormányzat. Nagy Imrének köszönöm szépen, és természetesen azoknak a szervezeteknek is jár a köszönet és az elismerés, akik ezt az emléklapot már átvehették. Még egyszer tényleg köszönöm, és gratulálok nektek. Köszönöm.